Iskola Pesszent Lőrinc szívében, a Hunyadi Mátyás Gimnázium története. Az első gimnázium megalapítása szorosan összefüggött Pesszent Lőrinc várossá alakulásával. Már 1928-29-ben a polgári iskolák megnyitása után felmerült a kérdés, hol tanulhatnának tovább az arra vágyó Pesszent Lőrinci gyerekek. Ugyanakkor Kispestről egyesítési mozgalom indult, amely Pesszent Lőrinc visszacsatolását tűzte ki célul. Az érvek között előkelő helyet foglalt el a kispesti gimnázium közös használata. A tetemes utazási költségek mellett ez is arra ösztönözte a helybelieket, hogy kezdeményezzék egy önálló gimnázium megalapítását. Harmadszori próbálkozás után Pesszent Lőrinc 1936. január 1-től megyei várossá alakulhatott. Ekkor a gimnázium alapítási kérést megújították, és 1936. június 19-én kelt levelében a kultuszminiszter engedélyezte az állami gimnázium megnyitását. De üres épület nem volt. Iskolánk csak az 1947-48-as tanévet kezdte a mai helyén, a Kossuth tér 2-ben. Ez az épület műemlék jellegű Kós Károly munkaközössége tervezte. Előtte többször is költözni kényszerült a frissen alapított gimnázium. A Gyöngyvirág utcában, a Tündérkertben működött egy vöröskeresztes óvoda. A város vezetősége ezt áthelyeztette, így a gimnázium ideiglenes jelleggel megkezdette működését a Tündérkertben. Az első év beindításakor Kecskemétre települt át az állami gimnázium 6 tanára. A könyvtárban ma is megcsodálhatók azok a 19. századi, az 1810-20-as évekből származó folyóiratok, könyvek, melyek ekkor kerültek ide. Az igazgató dr. Tóth Tivadar lett. A róla készült portré ma is látható a könyvtárban. A következő évben új épületről kellett gondoskodni. Pénz természetesen nem volt. A Vallás és Közoktatási Minisztérium akkor felajánlotta a Vlasics utcai elemi iskola épületeit, azzal a feltétellel, hogy az átalakításokat, felújításokat a város finanszírozza. A gimnázium ismét költözött. Az első osztály 21 tanulója 1943-ban ott, a Vlasics utcában érettségizett. A második világháború városunkat sem kerülte el. 1944. március 19-én bekövetkezett a német megszállás. A város egész vezetőségét eltávolították. Megkezdődött a város kiürítése, majd az ostroma. Az iskola felszerelését elhurcolták, az épület megrongálódott. 1945. január 5-én szovjet katonai parancsnokság alá került Pesszent Lőrinc. Megalakult a városban a Nemzeti Bizottság, és újraindult a tanítás. Az 1944-45-ös tanév 1945. július 14-én fejeződött be. Az ekkor érettségizettek tablója ma is látható iskolánk földszintjén. Ez az az év, amikor a város főigazgatója hivatalosan engedélyezte a lányok beiskolázását is az eredetileg fiúgimnáziumba. Mindenki örült a békének. Ám ekkor következett a B-listázás, melynek célja eredetileg a közalkalmazotti létszám csökkentése volt. A fővárosi levéltárban föllehető dokumentumok alapján érdemes megvizsgálni, kit, milyen indokkal ítéltek feleslegesnek. A tanulói létszám 370 fő, 9 osztály, 22 tanár. Ebből következik elegendő 14 tanár. Néhány gyöngyszem az elbocsátásra szántak jellemzéséből. Csíjé, gyenge pedagógus. Péjéné, állandóan hiányzik, nem kötelességtudó, férje pénzügyi miniszteri titkár. TP igazolásnál áthelyezésre ítélve. Zséné, gyenge pedagógus, sokat hiányzik, állítólag férje betegsége miatt. PA jó pedagógus ugyan, de erősen aggályos, hogy a pécsi Hadapródi iskolában tanított történelmet és földrajzot. Altiszt nyugaton volt, fegyelmezetlen egyén. A hatalom és a bürokrácia útjai kifürkészhetetlenek. Minden esetre az utókor ma is megcsodálhatja Altiszt nyugatos, fegyelmezetlen egyén képmását jó néhány 1950-es, 60-as, 70-es években készült tablókon. Akik ismerték, soha nem felejtik el, és sokan esküsznek rá, nem is lett volna iskola az iskola Ludányi bácsi nélkül. De vajon hol vannak a jelentés készítői? Rájuk ki emlékszik és milyen szívvel? 1950. január 1-től Pesszent Lőrinc és Pesszent Imre a főváros 18. kerületeként folytatta életét. Az 1951-52-es tanévben új nevet kapott a Pesszent Lőrinci Állami Gimnázium.
a város határában életét vesztett parlamentárről Steinmetz Miklósról nevezték el az iskolát. A róla készült dombormű ma is látható a földszinten. A politikai viharok előtte után a különféle iskolareformok borzolják a kedélyeket. Az 1950-es évek elején rendkívül megnőtt az igény a középiskolai oktatásra. Így 1954-ben 4 párhuzamos osztály nyílt. Elkerülhetetlenné vált az épület bővítése. 1958-59-ben adták át az új épület szárnyat 12 tanteremmel, elkészült az ebédlő és a tornaterem is. 1959-ben 5, 1962-ben 6 első osztály volt. Az 50-es évek végétől tagozatok indultak, öregbítve a Steinmetz jó hírét. Orosz, német, francia, fizika, kémia, ahol az említett tárgyakat heti 6 órában tanulták a diákok. 1965-ben elkészült a tanműhely a Politechnika épülete. Itt fémek kézi megmunkálása, elektromos műszerek és készülékek szerelése, műszaki rajz, gépírás, gyorsírás oktatása folyt. Az új tanterv 1979-80-tól megszüntette a tagozatokat és bevezette az úgynevezett fakultatív oktatást, amely, ma már elmondhatjuk, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. 1992-től fokozatosan megkíséreltük a régi tagozatos hagyományokat visszacsempészni. Ezt a célt szolgálja az emelt humán reál osztály, illetve a rajztagozat. 1993. március 1-től ismét névváltoztatásra kerül sor. Az új elnevezés Hunyadi Mátyás Gimnázium. A sok változás mellett mi az, ami töretlenül megmaradt? Óriási hagyományokkal rendelkeznek a különböző érdeklődési és diákkörök, a diákságot megmozgató kulturális rendezvények. A Garobonciás iskola újság 1958-tól jelenik meg. Iskolanapokat 1966-67-től rendezünk. Működik énekkar, színjátszócsoport, videó és filmklub. 1996-tól minden évben fővárosi amatőr színjátszó fesztivált rendezünk általános és középiskolásoknak. Az első játékfilmet 1996-ban készítettük, 1999-től országos diákfilmfesztivált szervezünk. 2002-től országos történelmi tanulmányi versenyeket is szervezünk, például Memento Vivere vagy Haza is haladás címmel. Iskolánk idén 72 éves, átvészelt világháborút, forradalmat, több rendszerváltást. Reméljük még sokáig él a város szívében.